Srácok, hamarosan megjelenik a saját első zeneszámom, ha szeretnétek, akkor mindenféleképpen a leírásban ott van egy link, hallgassátok meg, elsőjén fog kijönni, és hát srácok, gyertek egy moderátort, hogyha meghallgatjátok ezt az zenét, szóval mindenféleképpen csak olyatok, és jöttek a másik csatornán rész. Na jó van, srácok, végre megeszem a nyers potétot! Mi az XC, mi a baj? Mi mondjad? Templomba! Jól van, eltobom a fegyvert, csak mellé. Jó, rendben, akkor viszik. Zárjatok be valóban, jól van. Jó. Ez elég könyv volt, akkor menj a házunkba, ott építettük kívülre is az új börtönt. X-Age, Judy, ne sebezd a vizéket. X-Age, nem gondolom, ez túl könnyű volt egy kicsit? Nem, ez egy kicsit érdekes. Igen, jó, mindegy, ez egy elég könnyű volt. Egyetem a lövöld az éjszakot, egy gyilkosság. Jó, haladjál, szedd a lábadat, rabló! Amúgy megkezdtem, hogy... A házba, le a pincébe. Amúgy megkezdtem, hogy miért pont ezt a templomot raboltad ki? Furcsa ez, nem tudtad, hogy itt vagyunk, itt lakunk? Akkor haladjál befelé a pincébe. Jó, srácok, ez kicsit gyanús, hogy ennyire engedi magát, na mindegy. Jól van, oda, hogy megkötözlek ide alá, izéhez, gyerünk, oszlopoz, X-i zsarod, légy cikötözd meg. Jól van, jó. Nos, rabló, akkor kihallgatlak, miért raboltad ki a templomot, mondjad? Mert a legendák szerint van elásva való egy kincs, de nem tudom, azt kerestem. Kincs? A városban valahol van egy kincs? És mennyi? Milliárdokat ér. Milliárdokat? Úristen, jó, értem, akkor te itt lesz egy ideig megkötözve, amíg a rendőrök előszállítanak. Engem nem érdekel a kincs, X-i zsor, de azért felmegyek az emelhez. Akkor megyünk mind a ketten el. Szerintem ne foglalkozunk a kincsel, teljesen fölösleges. Jó, oké, srácok, megkezdhetem a kincset mindenféleképpen. Jól van, a tervem az, hogy szerintem, hogyha a templomba raboltak ki valakit, akkor szerintem este elmegyek és megkérdezem az ottani papot, hogy igazából tud-e erről valamit. Jól van, oké, meg kell keresnem a kincset. Jaj, kicsi is érdekel a kincset, amúgy este úgyis fotorászik, és lehet kicsi durványnak kínozom azt a rabot, és kicsit kikérdezem, hogy hol is van a kincset. Hogy nem érdekel, Na jó, srácok, lefényképeztem a izét, a robot, aki a pincében van, vagy nem rab, hanem a végeviselőket elkaptunk. Itt van róla nálam a kép, és akkor menjünk el szépen a templomba. Megkérdezem az esti papot, hogy esetleg tud-e valamit erről az emberről, mert biztos van jelentőség, hogy pont a templomba ment. Jól van, menjünk szépen. Itt van szerencsére közel a templom, itt szépen be is megyek. Jól van. Szép napot, az Isten áldjon mindenkit, ámen. Jól van, szép napot. Papősz, egy rendőrségi ügyben nyomozok, arrébb tudod jönni egy kicsit, kérem ide, mondjuk. Jól van. Ugye ma volt egy ilyen túszejtés itt a templomban, biztos ön is tud róla. Jól van. Esetleg látta ezt az embert? Nézze meg, kérem, igen, látta? Nem látta! Oké, biztos közel van hozzá! Gyorsan! Messze van a kincs a kocsiba, kapjuk el! Biztos nyomva közel van a kincshez! Jó, menjünk! Elő! Utána! Jó, ez egy autós üldözés, jól van! Jó, azonnal álljon meg! Azonnal álljon meg, papúr! Azonnal álljon meg! Jó, oké! Itt befarolok, jó? De! Tudom, hogy tud valami! Egy ilyen melegfés nem csak csinál senki, csak úgy! Jó, van, rassanak elfogy az út! Rassanak elfogy az út, uram! Jó, van, menjünk! Jó, oké, és na mi van? Ez egy zsákutca, kiszállás a kocsiból! Oké, akkor máshogy fogalmazok, azonnal mondja el, hogy mit tud! Maga is a társa, vagy mi? Mondja el! Megfenyegetett. Megfenyegetett, aki ott most elézi. Mivel fenyegette meg? Azt, hogy megöl engem, ha elmondom. Nyugodjon, uram, nyugalom, elkaptuk, börtönbe van. Most elmondhatja, mit tud. Mit tud a kincsről? Csak annyitok, hogy a strand körül kell nyomoznatok. Jó, strand körül, rendben, oké. Esetleg biztos nem tud semmi mást? Nem. Jól van, oké, köszönöm szépen, menjen akkor vissza szépen. Na jó, már jött a brutális kínzás. Mit akarsz, pillom? Ez nagyon semmi, csak kirakom itt a cuccaimat igazából. Ne kínozzék, mindent elmondom. Jó, nem az kínzás, csak ezeket kiraktam a zavarmacsoknak. Látom elő, és hoztam a könyvemet, és olvasunk. A tavalykáposztás az 1970-es 80-as éve fordulóján, vagyis csőrtettünk kettőt.
No, de különben is mindig lábos, kézire földekkel körülött a kis zsákfalu volt. Hozzáhatárta nem messze, ne válsz alaposan. Ó, srácok, biztos XP-zsön is nyomoz a kincs után, viszont eljöttem a strandra. Nincs is senki, viszont hogy a rendőrök meglátják, hogy betörtem itt, akkor biztos, hogy lelőnek egyből. Jó van, keresünk valami nyomokat, valami nyomot. Oj, nem tudom. Esetleg hol lehet a kincs? Itt a sziget alatt, nem hiszem. Százszor jártam már itt, srácok, hol lehet a kincs? Ötletem sincsen, komolyan mondom. Oj, gondolkodjunk a pap. Minden azt mondta, hogy itt van valahol amúgy a kincs, elrejtve, hogy a nyoma a kincsnek. Ez a hal mit keres idekint? Érdekes, kijött a partra, na mindegy. Ott valami nagyon fénylik. Ott valami nagyon fénylik, nézzük csak meg! Ha, itt valami... És ott egy hajó is, ott egy hajó is, várjunk csak! Hagy nézzem csak! Még meleg a motorja. Ezt nemrég használta valaki! Lehet, hogy megszökött, aki tudja a nyomokat, viszont... Ez itt mi ez a nagyon fényes? Nem tudok úszni! Mi? Ez egy... ez egy föld alatti város? Mi a... sárkok, sárkok, úristen, cápek, cápek, légy szíve! Ne, egyetek meg, légy szíve, állj! Légy szíve, állj! Ne, csak egy információt szeretnék, nem akarok titeket bántani! Jaj! Jaj, jó kicsit kintebb jövök! Ti itt éltek, ti beszélni is tudtok? Nagyon durva! Jó van, figyelj! Cápek vagyunk, mi mindent megtehetünk! Jó, mindegy, figyeljetek, egy kincs után nyomozok, ami előttek több milliárd dollárt ér, esetleg tudtok róla valamit? Nem nekünk nem számít a pénz. Jó! Én tudok róla. Akkor mesélj valamit, mit tudsz? Tudod, nagyon messze, hogy ott a szigetem van igazából, egy hajóval lehet oda eljutni. Ó, értem, és ott a kincs van, vagy csak a térkép? Térkép. Ó, értem, rendben, akkor esetleg megmutatjátok, merre van, csak mutassatok rá valamerre, rendben? Ha hozol nekünk valami ennit. Ennivalót? Jó, hát van nálam két konzervdobozni hal, tessék, oké, akkor viszlát. Megnyitjuk ki. Hát... Nem tudjuk kinyitni. Tényleg? Ne váltsatok, Lézia! Ne, akkor ne engedjetek! Tényleg, nem tudjátok kinyitni a konzervhalakat! Úrsa, úszunk innen, gyorsan! A hajó, gyorsan! Oké, menekülj, nagyon... Pokámat is megettétek! Úristen, futás! Menjetek innen! Úrsa, üldöznek! Tudod, hol vannak? Ott jönnek alattam! Takarodjatok innen! Rohadtam cápak! Úristen, mi? Ennek van nitrója! Jó, van, oké! Jó, Úrsa, az még repülni is tud! Na jó, melküljünk! Van egy... Oké, van egy ötletem! Oké, a part! Jó van, gyertek! Jó van, oké, van egy ötletem, itt nem tudok majd úszni! Gyertek, ugorjatok, itt vagyok, egyetek! Lehet, hogy nem tudunk a szárazföldre menni, viszont doktor gulaszt eltalálta nekünk! Ne! A drónos szápák! Ki kell lőnöm őket! Gyorsan! Úristen, jó, melkünk, gyorsan ki, hogyha ki tudnám azt lőni alulnuk, akkor igazából nem kéne sok mindent csinálni! Állj már meg, te rohadék! Gyerünk, kilövöm! Ez az, most még te jössz! Ez az egy meghalt! Jól van? Elment. Nem, itt van még! Jó! Oké, gyerünk! Ez az! Itt nem tudtok úszni, meghűljetek! Jó van! Srácok, itt vagyunk a lakatlan szigeten, már csak meg kell keresni azt a helyet, ahol a kincses térkép van. Úristen, és már akkor tudni fogom, hogy hol a kincs áll az égnek. Na jó, akkor értem a hétfizérség, szóval! Apu, mindezt a karagondozó halak! Apu, mit teszik oda gondozolnak? Kisebb halakat, például Szardíniát. És hogyan tudják felbontani a konzervdobozt, ha? Na? Nem tudod? Na figyelj, elég volt itt a rossz viccebből meg ilyenek. Vedd meg a komoly dolgot! Hát figyelj! Lelekom ezeket a ritka Pokémon kártyákat. Kezdjünk el nyitogatni! Ez a ritka Charizard! Ez nagyon ritka, ez az millió, kérnéd! Figyeld, látod a kezembe? Látod? Megnézheted a tűzbe! Na, most már beszélsz? Nem mondok semmit! Akkor, félbe kapcsolom a gépet!
pár pillanat. Szóval láttam ezt a Fortnite Season 1-es akkuntot, oh, amiben renegált az éter, és minden. A Black Knight is tetszik. Oh, szeretnél neked a jump? Hát én kedves vagy, igen, szeretném. Csinálod a szóval. Na jó, most meg a négy tartókkal megkész. Na jó, srácok, keresem már egy ide a térképet, de semmi nyoma nincsen úgy. Nem tudom már, mert hol lehet, hol, biztos, hogy ezen a szigeten van. Ez mi ez a hang? Ha, itt van valami. Ha, hogy nézzem, egy fény is van. Koki, körülnézek. Esetleg lehet, hogy köze van a térképhez, vagy nem tudom amúgy. Lehet, itt van. Itt bejövök, itt fénylik valami. Gyorsan, aha. Óriás mutáns pókok. Jó, próbáljuk őket elkerülni, elkerülöm őket szerintem. Jól van, de biztos, hogy nincs náluk a térkép, a mutáns pókok mindig is veszélyesek voltak. Jaj. Ha, ott a térkép. Ott a térkép. Ott ember! Mi? Oh, ahol is te észrevettek! Náluk van viszont a térkép, meg kell összereznem! Meg kell kaserítem, de furcsa hangot adnak ki! Menjünk, menjünk, menjünk! Jó, akkor lelőlek titeket! Ha lepattanoljuk a golyó, ne csípésük! Olyan, mint hogyha egy hatalmas csípés lenne! Most menekünk, menekünk, jó srácok! Hogy tudnám legyőzni a pókokat, hogyha nem golyóval? Lepattanoljuk, olyan magas a szarvuhártya szintjük! Hogy tudnám őket legyőzni? Hogy tudnák a pókokat legyőzni? Gondolkodjunk kicsibe, ezek óriás pókok! Ha a fegyver nem használ rajtuk, akkor... Úgy győzöm el őket, mint a kis pókokat is! Légyragasztóval! Jól van, oké, csak el kell bújnom, kell egy kis idő, még megépítem! Jó, itt megvárom, hogy most elbújok. Jó. Oké. Oké. Itt gyorsan megépítem. Nem számítanak rá. Jól van, így gyorsan. Oké. Gyorsan lerakok párat így. Srácok, itt vagyok! Gyertek! Srácok, gyertek! Aha! Na Mizu! Mizu a srácok? Ha? Nem akartuk megcsípni, nem? Nem tetszik a légyragasztó? Na, erről van szó. Jaj, na, hogy megyek a térképért, csumasztok. Jó a srácok, áll az égnek. Mindig van egy nagyon-nagyon légyragasztó. Kussoljatok, ne ránc, mi részezetek ti. Na jó van, menjünk szépen, vegyük el a térképet. Na jó van, végre kiderül. Végre. Hogy hol van a kincs? Ezt vártam olyan régóta. Hol van a kincs? Mi? Várjátok csak, srácok! Az a tér, az ismerős! Az a fönti, jobboldali! Az a kis állatkereskedés, akkor... Srácok! A kincs! A házunk alatt van! És ezek szerint a rab nem hiába kapotta el magát direkt! Be akart jutni a házunkba, úristen! Gyorsan haza kell mennem! Végig oda akart bejutni a házunkba! Végre eltűntek, hogyha nyugodtan ki tudom ásni a kincset. Ha mindent igaz, akkor... Itt kell lennie. Gazdag vagyok. Van elég pénze, hogy megvalósítsam az álmomat, és akkor híres zenész lehetek, mint XP. Na mindegy, veszek egy házat amúgy is. Jó, srácok, itthon vagyok! Jaj, gyorsan, már rab szerintem kiszökött, nem? Úrsem, menjünk! Ah, itt vannak! Nyugodj, XC Junior, itt volt a házban a kincs végig! Jó van, megpróbálok elé állni valahogy, elé szállok! Jó van, hazajutottam végre! Meg kell szerezzem nekem is a kincset! Jó van, azonnal állj meg, Rodék! Hol vagy? Hol vannak? Ne, XC Junior, vigyázz a láncfűrésze, merre van? Hol vannak? Itt van, a parkban! Parkban, be! Kapjuk el! Jó, gyorsan, állj meg! Jaj! Na, hát van a kincs, keresd már meg, jó? Jó, van, megvan! Jó! Na, végre gazdagok leszünk! Átcsátszok, akkor ez volt a kincs története, nem tettek egyet. Vagyis! Ha? Csak mi? Ne! Úristen! Tárló félek a saját fiamát, mert mindegy! Nem érdekel! Úristen, srácok, tetszett az videó, csapassak egy lájkot, most menekülnöm kell a fiamtól! Hallgassatok meg az új zenémet! Én XP voltam, látszik, hogy a következőre találkozunk! Én XP voltam, vársátok Dr. Oszínűen a semlékeket, puszi, passza!